Bizonyára felfigyeltek már a mellettem levő képre, Birtalan József zeneszerzőt ábrázolja, aki a múlt héten hunyt el 90 éves korában. Birtalan József egy szilágysági kis faluban, Szilágybagoson született. Kolozsváron tanult a zeneművészeti főiskolán, államvizsga után a kolozsvári Állami Magyar Opera zenekarában kezdte pályafutását, majd a Filharmónia zenekarának tagja volt, mint szólamvezető nagybőgős. Ezzel párhuzamosan nagybőgő tanárként dolgozott a kolozsvári zeneközépiskolában. Később Marosvásárhelyre költözött, ahol az Állami Székely Népi Együttes karmestereként tevékenykedett, a pedagógiai főiskolán karvezető tanárként, neves karnagyok egész sorát indította útnak. Birtalan József, vagy ahogy mindenki szólította, Jóska bácsi népdalfeldolgozásaival már alkotó időszaka teljében meghatározta a magyar karéneklés repertoáriát. Zsoltár feldolgozásait a legerősebb egyházellenes időszakban komponálta. 1997-ben a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában egykori tanítványok, kórustagok, pályatársak és barátok köszöntötték az akkor 70 éves Birtalan Józsefet. És ott volt a szerzői esten. Tófalvi Zoltán kollégánknak szívesen mesélt az életét oly meghatározó Cantemus lánykórusról is, amelyet ő maga alapított. A 20 évvel ezelőtt készült felvételrészettel emlékezünk az élete során már klasszikussá váló karmester zeneszerzőre. Úgy visszagondolva az eltelt 70 évre és a 40 éves pedagógusi tanári pályafutásra, mit tartasz a legfontosabbnak? Én valahogy az utóbbi években mind azt érzem, hogy amit csinálok és amit csináltam, az kötelességből, hivatásból csinálom. És én azt már elmondtam másutt is, hogy nekem olyan, ez nem volt egy megterhelő munka. Én ezt olyan könnyen csináltam, ezt annyira szenvedélyből csináltam, hogy nem tudnám elképzelni az életet, nem tudtam volna elképzelni, hogy amit úgy éreztem magamban, hogy ne adjam ki magamból. És még úgy érzem, hogy még mindig van tartalék, amit szeretnék továbbadni. Mire vagy a legbüszkébb? Büszke nem vagyok. Talán lusta voltam, mert többet is csinálhattam volna, mert tényleg könnyen ment ez, és ha szorgalmasabb vagyok, akkor még többet is tehettem volna. Oly sokat beszélünk a népdalról, ennek szerepéről. Most, az ezredfordulón, hol van a népdal helye és a népdal feldolgozás helye? Hol van? Hát, aki a gyökerekhez akar visszanyúlni a zenében, az csak is a népdalainkba keresheti ezt a gyökeret, és elévülhetetlen kincsek, tartalékok léteznek ma is. És jönnek divatos zenei áramlatok, zenegépek, csodálatos hangtechnikával, de az ősi népdalainkat semmilyen műszer nem fogja soha helyettesíteni. És ezt hogyan lehetne megismertetni? Megismertetni intézményes formában. Kell megismertetni. Szükség van zenei oktatásra, felsőfokú anyanyelvi zeneoktatásra,
másképpen nem tudom elképzelni a tudatos megismertetését, mert ez tudomány. Említettük, hogy 45 karvezetőt neveltél. De ki fogja a következő karvezetőket nevelni? Egy kicsit téves a megfogalmazás. 45 karvezető zenetanár került ki csak a gyermekkórusomból. És ezen kívül a főiskolai, a főiskolán végzett zenetanárok több száz zenetanár. Tehát Erdély szerte most jelenleg a zenetanárok, a magyar zenetanárok, karvezetők, nagy része tanítványom volt. De ki fogja a következő karvezetőket nevelni? Ezt nem tudom. Újra visszatérek. Intézményesített formára nagyon gyorsan szükség van, másképpen nem lesz európai szintű erdélyi zenekultúra, kórusmuzsika, mert ezt felsőbb fokon, legmagasabb szinten kell tanulni és úgy továbbadni. A Cantemus kórus eljutott Párizsba, eljutott Európa jelentős részébe. Én azt hiszem, hogy életművednek egyik fontos fejezet ez a kórus. Igen. Minden kórusomnál és kórusommal valamit én is tanultam, sőt, sokat tanultam. És a Cantemusnál teljesedett ki talán az a nagyon nagy tapasztalat, élettapasztalat, amivel elértem ezt, hogy tényleg kezdő énekesekkel is lehet énekeltetni európai színvonalon. Ez ne tetszék ez nagy képviségnek, de bizonyította a tavaly nyári Millet Centenárium alkalmával Nyíregyházán megrendezett Cantemus nemzetközi kórusfesztivál, ahol aranydiplomával tüntették ki a Cantemus leánykórust, és ez egy kicsit úgy igazolja, amit elmondtam.